Tavaly augusztusban állt fel egy országos civil hálózati rendszer, a Civil Információs Centrum, mely, mint ahogy elnevezésében is szerepel, a civil szervezetek és saját kezdeményezésre alakult közösségek tájékoztatása érdekében minden megyére lefedve tevékenykedik. Az a feladata, hogy különböző területeken segítse a civil szervezeteket, munkáját, tevékenységét, képzését, tájékoztatását. Itt valamennyi kistérségben vagy járásban van egy civil információs pontja. Tehát a tatabányai központnak tulajdonképpen a Komáromi Magház egy komáromi járási civil információs központja, pontja. Komáromban ilyen a Magház is, mindegyik ilyen pontnak megvan a maga egyedisége. 2007 óta, mióta a Magház megnyílt, és tulajdonképpen ezt az irányvonalat mi önmagunktól próbáltuk közvetíteni a civilek felé. Ez egyrészt megadta ennek a biztos hátterét és az alapját. Nagyon fontos talán megemlíteni, hogy maga a Magház sem egyetlen szervezetnek a tevékenységének a szolgáltatását kínálja, hanem egy hattagú konzorciumnak, tehát tulajdonképpen ifjúsági, civil, hagyományőrző, tehát egy különböző területeken tudunk megfelelő szolgáltatást nyújtani. A civil információs pontoknak ugyanazok a feladataik, mint a magának a centrumnak. A centrumnak a megyét lefedve kell tájékoztatást és segítséget adni, illetve a tatabányai körzetnek, és a pontoknak pedig tulajdonképpen az adott településen lévő civil szervezeteknek. Nagyon fontos megemlíteni, nem csak a bejegyzett civil szervezeteknek, hanem aktív közösségeknek is ugyanúgy kell támogatást és különböző lehetőségeket biztosítanunk. A Magház egyedisége, hogy a saját ingatlanból kifolyólag nem csak szakmai, hanem tárgyi segítséget is biztosítanak. A helységeink, az eszközeink, a tudásunk, az irodahasználat az ugyanúgy a rendelkezésére áll a civileknek, mint mondjuk azoknak, akik itt naponta dolgoznak, tevékenykednek. A Magház szakmai módszereivel három fő témát koordinál, ilyen az ifjúsági terület, a közösségfejlesztés és a határon átnyúló kapcsolatok. Ebből a három területből tulajdonképpen a határon átnyúló kapcsolat az idei évnek a hangsúlyos és frekventált területe, hiszen nem csak az Európai Unióban, hanem az Európai Uniónak a különböző korosztályában, mint az ifjúsági korosztályának is prioritásként szerepel a határon átnyúló kapcsolatok. Mi különleges helyzetben vagyunk Magyarországon, hiszen a határon átnyúló kapcsolataink, azok nagy része az magyar-magyar kapcsolatot is feltételez, tehát tulajdonképpen itt a nyelvi akadály az kevésbé jön elő, mint más európai országoknál. Feladatuk, hogy az egyes időszakok aktuális támogatási rendszeréről tájékoztassák a civileket. Ilyen például a Visegrádi alapnak a programjai, azt gondolom, hogy egy kiaknázatlan terület, tehát sokkal több forrása van, mint amennyit mi magyarok megpályázunk, illetve élünk a pályázati lehetőségekkel. Feltételezzük azt, hogy ez mindig a négy országnak az együttműködésére irányul. Természetesen van ilyen pályázati része is, de van egy meghatározó része a határon átnyúló kapcsolatok, tehát a két országon zajló folyamatoknak a támogatása, és itt főleg itt Komáromban a határ mentén élve azt gondolom, hogy ez egy élő és akár virágzó kapcsolatokat is segíthet hosszú távon is. Másik lehetőség a Fiatalok Lendületben program, mely az ifjúsági korosztály és az őket mentoráló segítők céljait hivatott támogatni. 2013-ban ez a program is előnyben részesíti a határon átnyúló kapcsolatokon alapuló elképzeléseket. Ennek tulajdonképpen a Magházban lévő Kerecsen Ifjúsági Egyesület a gondozója, hiszen két éve Eurodeszpontként tulajdonképpen feladata az, hogy akár a megyében, de a környékben mindenféleképpen népszerűsítse ezt a programot. A Koppány Monostori Csendes utcában található Magházban a partnerszervezetek keresésében is tudnak segíteni, mely a határon átnyúló kapcsolatokat szorgalmazó pályázatok alapja. Rendelkezésre áll a programok adatbázisa is, gyakran azonban egy támogatható, jó ötlet hiányzik. Komárom esetében a szlovák és a magyar oldalon is az egymás felé nyitás lenne a cél. A civil információs pont ebben segítőkezet nyújt, legfőképpen weboldalán is megtalálható elérhetőségein vagy személyesen a Magházban.